Szeret? Igen. Van egy barátunk, akivel nagyon régen találkoztunk, azelőtt pedig 30 évet együtt töltöttünk. Egész pontosan az én barátomként töltöttünk vele 30 évet, ellenben egy fél évvel ezelőtt elvált a feleségétől, aki szintén a barátunk, és a felesége meg elaludt ezen a kis monológomon, mert őt ez ilyen értelemben nem nagyon érdekli, viszont van ennek az én barátomnak egy új csaja, és az új csaja ez egy bomba. Aki megtetszett neked. Igen, és azért valahogy ki és csorog a nyálad. Firgen forgom, hogy meghívjuk őket vendégségbe. Igen, pedig most nagyon kellemetlen helyzetbe igen. hoztál. Igen, nem akartalak nálagudj, de... És már uralkodni se tudtál magadon. Igen, a kellemetlen ebben az estében az, ahogy a feleségem viselkedik például. Én csak reagálok. Igen, de akkor... Ijesztő vagy. Egy férfi meglát egy friss húst, egy kis pipi. Hát örülni neki, hogy érdekel a friss hús. Meg az is kellemetlen benne, hogy itt van a friss hús, de nem lehet hozzányúlni több okból sem. Lehetséges, hogy nem szeret. Érdem. De szeretem. Ennyi idő után. Szeretem. Szeretsz? Szeretlek. Szeretsz? Igen.